Rettenetes volt, egyszerűen elképesztő, ahogy visszagondolok, hogy amíg a családom valószínűleg boldog tudatlanságban hotdogot sütöget, mi kicsivel arrébb haldoklunk az út szélén. 2010. július 4-én Cecil testvérével Joe-val együtt indult útnak, hátrahagyva ünneplő családjukat. Joe elvesztette uralmát a jármű felett, majd azt követően az út szélére sodródott és egy fának csapódott. A lábam teljesen összeroncsolódott a becsapódó faágak miatt. Még a csontjaim is kilátszottak. Joe feje és a füle is megsérült. Légzése nehézkes, szaggatott volt. Joe eszméletét vesztette, és erős érzései voltak. Cecil egyetlen lehetősége az ima volt. Imádkoztam Istenhez, hogy segítsen, hiszen csak ő tudta egyedül, mi történt velünk, és ő tudott egyedül beavatkozni. Kértem, hogy küldjön valakit, aki ránk talál. Pár percen belül egy férfi bukkant rájuk, aki azonnal segítséget hívott. Hamarosan szüleik is a helyszínre érkeztek, és látták, ahogy kiemelik gyermekeiket a kocsiból. Megpróbálták kiszabadítani őket. Én is próbáltam lemenni oda, de engem már nem engedtek a közelükbe. Annyira súlyos volt a helyzet. Tényleg borzalmas állapotban voltak. A kocsi még mindig füstölgött. El nem tudom képzelni, hogyan élhették túl ezt az egészet. Először Joe-t szabadították ki. Végre megpillanthattuk, amikor beemelték a helikopterbe. Amikor kivették a kocsiból, azt hittem, már nem is él. Teljesen élettelennek tűnt. Rettenetes volt, azt hittük, hogy meghalt. A mentőegységek csaknem 2 órán keresztül dolgoztak, hogy a járműből kimentsék Cecilt is, kinek lába szétroncsolódott. Mindkettőjüket kórházba szállították. Orvosuk így emlékszik rá. Kétségeink voltak afelől, hogy Joe túléli, hiszen a CT vizsgálatok több súlyos sérülést is kimutattak. Már ahogy kinézett, abból is megállapíthattuk, hogy az ő esete még a legsúlyosabbnál is súlyosabb volt. Rendkívül válságos állapotban volt. Joe fejében nagyon erős volt a nyomás. Nem hitték, hogy megéri a reggelt, ezért minket is arra próbáltak felkészíteni, hogy ne is számítsunk erre. Mire Cecilia is megérkezett, már majdnem meghalt. Csak nem teljesen elvérzett. Már nem volt benne egy élethez elegendő mennyiségű vér. Csak egy hajszálon múlt az élete. Rettenetes volt látni, ahogy bementünk, és két gyermekünk az intenzíven fekszik egymás mellett. Azért imádkoztunk, hogy legalább azt a napot éljék túl. Csak még egy napot kapjanak. Hogy elmondhassam, mennyire szeretem őket. Cecilnek számos beavatkozása volt szüksége, hogy a lábát megmentessék. Mindeközben Joe, ha bár még életben volt, kómába esett. Ahogy telt a nap, Mark és Mary csak várt és imádkozott. Imádkoztunk. Megpróbáltunk mindent tőlünk telhetőt megtenni, hogy Isten meghallgasson. Szinte mindenki értünk imádkozott. Valóságosan érezni lehetett a hitet. Sokat segített a családunk és a barátaink hite. Ők ott voltak és kiléptek hitben. Tényleg támogattak bennünket. Mert ugye más beszélni róla, és más valóban meg is tenni, és lenyúlni ahhoz, aki a verem alján van, és segítségre van szüksége. Joe állapota heteken át nem javult, míg Cecil a fájdalmas fizikoterápiás kezelés közben kétségbe vonta felépülését. Úgy éreztem, hogy az addig élt, csodálatos élete most itt véget ért, és ezzel kell, hogy beérjen. Emlékszem, ahogy azt mondta, apa, vége, nem tudom, mihez kezdjek, de csak bátorítottuk, hogy bármi történjen, mi mindig mellette maradunk. 2 hónappal a baleset után Joe felébredt a kómából, de mentális és verbális képessége még kérdéses volt. Egyik este egy pásztor imádkozott érte a szobájában. Éppen befejezte az imát, és kezdte volna, hogy dicsőség legyen, az ima végét viszont már Joe-val együtt mondta el. Első szavai azok voltak, hogy dicsőség legyen az atyának. Joe mind mentálisan, mind fizikailag egy hosszú felépülési folyamat elé nézett, mégis minden képzeletet felülmúlva javult az állapotuk. Hihetetlennek tűnt a javulásuk. Joe esete rendkívüli.
Beigazolódott, amit az orvosok a szüleimnek mondtak. Joe soha nem lesz már ugyanaz, ha túléli, és nem is vagyok ugyanaz. Úgy érzem, sokkal több lettem, mint valaha korábban. Figyelemre méltó, ami történt. Főleg ahhoz képest, amilyen felépülési esélyeket jósoltak neki. Szóval egyszerűen lenyűgöző. Ezek az élmények még jobban megerősítették Joe-t pásztori hivatásának betöltésében. Az egész család hálás, amiért Isten a legmélyebb ponton is beavatkozott az életükbe. Csak csodálni tudom Istent, hogy megtapasztalhattuk az ő kegyelmét, amit meg se érdemeltünk volna. Csodálatos, hiszen Isten nélkül soha nem mentünk volna át ilyen felépülésen. Megtanultam ez alatt, hogy Isten velünk együtt szenved. Jézus nem csak azért jött le a mennyből, hogy megmentsen, hanem hogy a szenvedéseinket is magára vegye. Isten még akkor is velünk van, amikor nem érezzük, vagy nem látjuk, de ő átvisz minket a nehézségeken. Akármilyen kételjeim, tapasztalataim is legyenek, attól a naptól kezdve soha nem vonom kétségbe Isten szeretetét és az ima meghallgatását.